Zodár fia fog meghalni. A jövő megváltoztathatatlan. Meghal még ma este. Üdvözöljétek a király! Úgy hallom, Gorbor gyermekáldozatra készülsz. Ár egy meg nem született gyermek életét kéri. Nem fogom eltűrni, hogy megölj egy ártatlant. Száműzlek, amíg csak élsz. Arrakban a nevedre sem emlékszik majd senki. Eredj és űzzed pogányvallásodat a barbár junnok hordáival. A születendő gyermek a tiéd. Vissza! Ki kell vágni az anyja méhéből, beleégetni árjelét, és feláldozni. Csak csettintek, és halott vagy. Szerencsé.
szinten megszállottak. Vigyétek! Thank you.
Jól van. A csillagpártod. Mutasd meg! Tihít! Te vén bolond! Apám! Apám, fussunk! A lábam! Szaladj! Menekülj! A rendbe fog jönni. Tíz meghalt. Van, ami senki másnak nincsen. Egy vadbesti a fejébe belelátta. Az istenek megjelöltek. És egy nap megtudod, miért viseled a jelet. Mindig e jel vezessen utadon. És addig maradj az én szeretett. És most szedd a lábad. Mondd el a faluban, hogy szegény tíz. Eredj! Köszönöm.
A Junnak. Thank you.
Bosszút ellenségeinken a jobbnokon. Arak völgyében beteljesített sorsodat.
Adjátok vissza! Mi lenne, ha segítenétek? Halljátok! Miattatok vagyok nyakig sárban, húzzatok is ki! Köszi. Barátocskám, legyen a neved, mondjuk Fürge, a tiéd pedig Nyurga. Fürge és Nyurga, a barátai. Thank you.
te vagy a szemem. Ti vagytok a ravasságom. És mostantól te vagy az erő. A neved Bru. Szomjas fene volt. De ha látja, hogy nem sérünk, akkor utunkra enged. Csak tudtára adtam ki a főnök. Megmentettem az életedet. Cserébe nem kérek csak ennyit. Ki vagy? Nevem Bart. Nem akarlak bántani. Ki küldött? Magam jöttem. Egész népemet lemészárolta a Jun horda. Bosszút esküdtem. És be is váltom. Te? Egymagad? Halljam. És te ki vagy? A nevem Kiri. A Fekete templomának rabnője vagyok. Megvertek. Mint egy állatot. Rabnő vagyok. Mit tehetnék ellene? Szökj meg. Én megvédelek. Semmit nem értesz. Vissza kell mennem. Különben végeznek a családommal. Akkor hadd menjek veled. Jobb lesz, ha elfelejtesz. És követed a Junnokat. Velük szemben emberként végezheted. Nem úgy, mint Ár papjaival. Igágyom, Bart. Vigyázz magadra. Menjünk utána. Kiri. Hová tűnhetett? Ha?
rejtőzz el. Neki, ami az övé, kardja mindannyiótokra lesújt. Szembeszegültök vele? Meg, hogy ismét gyermekeivé fogadjon benneteket. Ne! Fogadd el ezt a szerény áldozatot tőlem, hű szolgáktól! Gyermekeitek akarja!
Van valami ma számodra. Szemem fénye, kicsikém, jaj, hát én, jaj, de jó, gyere, kicsi, gyere. Uram, a nevem Zekko, örökké az adósod leszek, ami az enyém, az a tiéd is, csak szólja, ha valami kell. Volt egy lány a piramison, meg kell mentenem. Kerülj beljebb, beljebb. Légy a vendégem vacsorára. A Jumnok legyilkoltak szinte minden ifjút Arakban. Királyunk Zodhar a piramisban senyved. Egyetlen fia eltűnt. A Jumnok sötét boszorkányurukat, Gorbort emelték trónra, démoni szerzeteivel. Kapunk ennivalót. A gyermekeink véréért. És mi van a lánnyal? A rabnők foglyok Ár templomában. Ott készülnek a halálra. Ki kell szabadítanom? Várj! A híd az egyetlen kiárat. Körbezárad az átkozott kátrányiszap. Merre indult a Junhorda? Éjszakra. De Gorbor szerint hamarosan visszatérnek. Akár csak én. Köszönöm a vacsorát, Zekó. Még találkozunk. Ár az idegent akarja. Hozzátok ide ezt a vadakurát. Ez a gyűrű elvezet majd hozzá. Ha 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 ha
Puszta kézzel szállj szembe egy vadállattal. Meglátod, hogy nem is vagy olyan erős. Seth, nézd! Köszönöm nektek. Társak vagyunk. Remélem, egy nap meg tudom majd hálálni nektek. Az élet ismétlődik. Biztos, hogy még látjuk egymást. Barátom, ki vagy te? Bart vagyok. Inurból jöttem. Inur már nem létezik. A junnok jó voltából. Csak én maradtam. A junnok. És ti kik vagytok? És merre visz utatok? A nevem Seth. Ő pedig Tal. Zarándokok vagyunk úton Ar templomába. Nem láttam még zarándokot, aki így forgatja a húsángot. De uram, a zarándokok mélyen tisztelik az életet, különösen a sajátjukat. Jó magam is arra készülök, hogy hódoljak Ar oltáránál. Utunk együvé vezet. Talán együtt biztonságosabb. Három éve szöktünk meg Arakból. Jártunk mindenfelé. Sereget szerveztünk. A Jun horda ellen. Tál is felserdült. Itt az idő, hogy kiszabadítsa apját. A királyt. Én Arakból jövök. Gorbornak korlátlan a hatalma. Nem lesz könnyű mulatság legyőzni. Akkor is kiszabadítom az apámat. Amíg a király él, ő testesíti meg az erőnket. Ha ő vezet bennünket, elsöpörjük Gorbort. Mi az oka, hogy ezek az állatok követnek utadon? Ők a barátaim. Gyerekkorom óta bámulatos módon értem az állatok nyelvét. Látok a szemükkel. Ők látnak az enyémmel. Ismerjük egymás gondolatait. Összetartozunk. Őket hol találtad? Az én kis tolvajaim. Ez itt fürge, ez meg nyurga. Mindent elcsennek, amire csak ráteszik a mancsukat. Íme az eredmény. Gyűrűk, láncok, kövek. Ha tetszik a gyűrű, a tied. Fürge és nyurga utolérhetetlen. Seth, nézd! Hogy került ez hozzád?
Egy templomi rabnőn láttam. Nem. Ez nem lehet egy rabnőé. Azt mondtam, egy rabnőn. Fürge nyilván ellopta tőle. Ezt a lányt követem. Hogy megmentsem, mielőtt feláldozzák. Hajnalban indulunk. Ki ez a lány? Király vér. Kiri. Elhagyták a templomot. Merre? Erre. Milyen ruha van rajtuk? Öt fehér ruhás nő. Vörös csuhás papok között. Igazad volt. Áldozatra készülnek. Meg kell mentenünk. Sokkal többen vannak. Barátaim, az út Arakba hosszú és csalóka. Menjünk. Készítsünk egy-két meglepetést.
és szomjas feme volt. Kötözd meg őket! Indulás! Húzd meg! Nem fog sikerülni! Túl vagyunk terelve! Segít ez kiszabadítani apámat. Mi lenne, ha ő kérne meg rá? Mondd, mivel vehetnélek rá, hogy segíts? Rengeteg a dolgom. Túl hosszadalmas lenne. És én... Ugye segíteni fog? Az ösztönöm azt csúgja. Szóval velünk tartasz? Késsel sem tudná levakarni. Völgyben találkozunk holnap után éjjel. Bárcsak sikerülne segítséget hoznia. Rá számíthatunk. Nem igaz. Miért pont én? Én olyan gyáva vagyok. Mi lenne, ha visszarepülnél és megmondanád, hogy nem vagyok itt? Na jól van, jövök, jövök. Zekko, hol vagyunk? Csend legyen, mindjárt a kapuhoz érünk. Tehát még élnek. De már nem sokáig. Gondunk lesz rájuk. Siessetek! Az északi falnál várlak benneteket.
Jöhettek. Harci démonok. Erre. Ezért nem voltak őrök odakint. Gyere be. Így készülnek a harci démonok. Az irtozatos kínok az embert fenevaddá veszik. El kell lopnunk a kulcsokat. A lopást bízzuk a tolvajukra. Most rajtatok a sor. Nézd, a jumpapok gyilkos fegyverrel alakítják a testét. Most lecsapolják a vérét, és kilúgozzák az otthon. Valami titokzatos, zöldbér szopóval. Nem tudja, mi a félelem. Megöli, ami az útjába kerül. És fürge meg, nyurga. Tudnak ők vigyázni magukra, gyere! Erre lesz. A harcos nők ősi öltözékét viseli. Ez a piramis volt azelőtt az otthonuk. Erre? Kiri megtalálja az apám. Oda bent van. Kell lennének a kulcsok. Nyitva van. Bru?
bácsikám. Én vagyok. Kiri. Erről szólt a jóslat. Ütött a halálunk órája. Öld meg! Megszakítottad apámat! Megöllek! Örvendj a halálnak! Járni. Igen. Vigyázz rájuk. Bart! Nincs más kiút a városból. Fedezem a meneküléseteket. Kérlek, gyere velünk! Nem hagyom itt a barátaimat. Ne félj, utolérlek. Thank you.
Kicsit megkéstetek. Gyere! Próbáljunk meg kijutni az egyik kürtőn. Sürgősen ki kell jutnunk valahogy. A kapunak van ellensúlya? Igen. Ti ketten kinyitjátok. Ha nem látok, elkeserít kis hitűségetek. 35 harcos, mind vitéz és erős, több mint elég, hogy Garbart elsöpörjük. Pusztulnia kell minden démonával. Bevesszük Arakot és kiszabjuk rá a halált, mit százszor kiérdemelt. Nem! Arak visszafoglalása most nem lenne jó lépés. Ha sikerül is megölnünk Garbart és papjait, csak magunkra zúdítanánk a Junhorda haragját. Már láttam a művüket.
Neked hadsereg kell. Ki szólott? Ki ez az ember? Ő jó barát. A vadak ura. Kérlek, fogadd meg a tanácsát. Ő mentette meg az életed. Nem. Ez egy szörny szülött. Állatokkal csak azt tud beszélni. De apám... Nem tűrök meg gyávát magam mellett. Bújj vissza az odútba a vadjaiddal! Velem tartasz utamon? Bárt, én nem mehetek veled. Akkor én is itt maradok. Azt sem engedte, hogy itt maradj. Megtiltotta. És nem szegülhetsz ellene. Meg fogsz halni. Ez a sorsom. Engem úgy is halálra szántak. Igen, ők többen vannak, de a mi vérünket forralja a bosszú. De mi? Véget vetünk a megaláztatásnak. Királyom. Szent, hűharcosam, még hajnal előtt rajtuk ütünk. Tál velem jön, ő lesz majd a szemem. De a fiatal... Elég nagy már ahhoz, hogy elfoglalja méltó helyét mellettem. Szent, magad mellé veszel 15 fegyverest, és megtámadod a főkapot. Még lekötöd a figyelmüket, és a kapuhoz rohannak. Mit támadunk? Lecsapunk rájuk az északi falnál. Teljes lesz a diadal. A boszorkány úr mindenért megfizet. Királyom, menekülnünk kell. Gorbor ismeri a tervünket. Sok évvel ezelőtt Gorbor megölte királyi hitvesem, s ellopta magzatom. Most fizetni fog, a sárba tiporjuk, s Arak ismét az enyém lesz. Gorbornak pusztulnia kell. Eljött a vég.
Ekko! Vadak ura! Te vagy az egyetlen reményünk! Segítened kell! A királyunk elbukott! Gorbor él! Mi történt Kirivel? Fogjul ejtették! Szintúgy Zodárt, Szettet és a fiút! Alkonyatkor feláldozzák mindüket! Csak te tudod megmenteni őket! Nem szült fiad visszatért, hogy beváltsa a jóslatot. A fiam... Nem dőlök be hamis proféciákra. Zodár, kövesd elveszett fiadat.
Junnok! Junnok! Megküzdünk velük! Jobb, ha menekülünk! Neked kell eldöntened. Harcolni fogunk. A kötelekhez! Fedjétek be az árkot! Fogjátok be a lovakat, húzzátok! Minden erőtökkel! Húzzátok a szabadságotokért! Húzzátok! Mindenki az árokhoz! Gyorsabban! Gyorsan, fedjétek be! Mindenki iparkodjon! Be kell fetni az árkot! Úgy nézzen ki, mint a közönséget porlepte föl! Gyerünk, gyorsan! Az otthonomban, Inurban, a kátrányi szap volt a férfi avatás próbája. Remélem, a junnok elbuknak ezen a próbán. Thank you.
Thank you.
Vadak ura! Jobban van. A karja egy ideig nem fog mozogni. De egyébként jól. Akkor én indulok is. Az új királynak. De hiszen te vagy az elsőszülött. Téged illet a királyi cím. Jól neveltett állt. Nagyszerű király lesz. Mellesleg jobb és erősebb támasza lesz, mint amilyet bármely uralkodó kívánhat. Új királyunk felébredt halottaiból. Ezt neked hagyta. Elment. Magyar hangok. Ház van der Péter, Orosz Helga, Kristóf Tibor, Újlaki Dénes, Milárovics Péter, Pap János, Kránitz Lajos, Gruber.
Szinkronrendező Szörögyi István és Lezsó Tivasztok. A filmet forgalmazza a Flamme.